Hattyú vitéz. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy öreg király, s annak egy dali szép fia. Meghal az öreg király, a királyfira marad az ország, de nem volt felesége. Gondolja, elmegy világot látni, benéz ide is, benéz oda is, majd talál magához illő feleséget. Amint megy, mendegél, egy rengeteg erdőn keresztül meglát egy szép fehér szarvast. Lekapja válláról a nyilát, megcélozza a szarvast, de az megszólal. Ne lőj meg, királyfi! Nem vagyok én szarvas! A tündér királyné változtatott azzá, mert szebb voltam, mint az ő leánya, de ha valaki feleségül venne, ismét leányá változnám. Mondja a királyfi. Hát csak gyere ide! Ha csak ugyanúgy van, amint mondod, szebb vagy a tündér királyné leányánál, feleségül veszlek. A fehér szarvas erre megrázkódott, s egyszeriben olyan szép leány lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Hazaviszi a király a szép leányt, papot hívott, megesküsznek. 7 hónapig tartott a lakodalom, aztán éltek nagy békességben, mint 2 gerlicemadár. Ha nem egyszer, mi történt, mi nem, a királynak háborúba kellett mennie, s a feleségét rábízta az ő vén dajkájára, aki huncut boszorkány volt, de a király arról nem tudott semmit. Hát halljatok ide, mi történt. Az történt, hogy míg a király oda volt a háborúban, az Isten 6 fiúval s 1 leánnyal áldotta meg a királynét. De a vén boszorkány, még mielőtt a királyné láthatta volna gyermekeit, ellopta azokat, s 7 kutya kölyköt tett helyükbe. Volt a vén boszorkánynak egy istentelen rossz fia, annak a kezére adta a 7 gyermeket. Kiküldte vele az erdőbe, hogy ott ölje meg őket. De mikor a legény a gyermekeket letette a földre, s kihúzta a kardját, hogy megölje, a gyermekek olyan édesen mosolyogtak rája, hogy még ennek az istentelen legénynek is megesett a szíve rajtuk, s nem volt lelke, hogy megölje őket. Hazament a legény, s azt mondta az anyjának, hogy megölte a gyermekeket. Lakott ebben az erdőben egy öreg remete, az megtalálta a 7 gyermeket, fölszedte a köpenyébe, s bevitte a kalibájába. Ott szépen lefektette egymás mellé, s jött mindjárt egy fehér szarvastehén, az megszoptatta a gyermekeket, s 3 esztendeig oda járt minden nap, minden éjjel a szarvastehén, szép sorjában a gyermekeket szoptatta. Mikor aztán akkorára nőttek, elbúcsúzott tőlük, s eltűnt a sűrű rengeteg erdőben. Telt múlt az idő. A gyermekek már 7 esztendősek voltak, s honnét, honnét nem, a vén boszorkány megtudta, hogy élnek. Volt a boszorkánynak egy lánya. Most azt küldötte ki az erdőbe, s meghagyta neki, hogy ölje meg a gyermekeket, s vegye le nyakukról az ezüstláncot, mert hogy szavamat össze ne keverjem, mikor a gyermekeket elküldte a fiával, egy-egy ezüstláncot akasztott mindegyiknek a nyakába. Kimegy a leány az erdőbe, s hát amint megy, éppen akkor fürdik egy tóban a 6 fiú közül 5, s a leányka. Nézi-nézi a leány a gyermekeket, de ennek sem volt lelke, hogy megölje őket, olyan szépek, olyan kedvesek voltak. De a nyakukról levette az ezüstláncot, hazament az anyjához, s azt hazudta, hogy megölte a gyermekeket. Hát ahogy levette az ezüstláncot a gyermekek nyakáról, csak hallgassatok ide, mi történt. Mind a 6 gyermek egyszeriben 6 tyúvá változott. A legidősebb királyfi oda volt a faluban a remetével, s mikor visszajöttek, keresték mindenfelé a gyermekeket. Kiabálták a nevüket, de nem találták sehol. Mennek a tóhoz, hát ott úszkál 6 hattyú, tátogtatják a szájukat, mintha akarnának mondani. Látod, látod, mivé lettünk, s hullott a könny a szemükből.
Eközben a király hazajött a háborúból, s mondják nagy búsan, hogy mi nagy szerencsétlenség történt. Gyermek helyett kutyakölykökkel verte meg az Isten. Hely, Istenem, megszomorodott a király. Nem tudta, mit csináljon. Az egyik azt mondta, hogy a királyné ártatlan, a másik azt mondta, hogy bizony nem ártatlan. Az egyik azt mondta, hogy a királynét elevenen kell elégetni, a másik azt tanácsolta, elég lesz, ha tömlöcbe vetik. Fájt a király szíve, majd meghasadt, de addig beszéltek a fülébe, hogy a királynét tömlöcbe vetette. Telt múlt az idő, eltelt 20 esztendő. Akkor az öreg remete elmondta a legidősebb királyfinak, hogy az erdőben mint találta meg. Hogy a királynak a fia, s hogy mi történt az édesanyjával. Nem volt maradása a királyfinak, indult a hazájába. Éppen akkor ért a király udvarába, amikor a király kihirdette, hogy akar-e valaki megverekedni ezzel, s ezzel a herceggel, aki most is azt állítja, hogy a királyné bűnös volt. Hiszen hirdethette ország világszerte, egy vitéz sem húzott kardot a királyné mellett. Ment a királyfi, s jelentette, hogy ő megverekszik életre halára. Először kardra mentek, de csak egyszer csaptak össze, mind a kettőnek a kardja ketté tört. Aztán mentek buzogányra, s a királyfi úgy fejbe vágta az ármányos herceget, hogy gonosz lelke mindjárt kirepült. A királyfi egyszeriben ment a király színe elé, s elé mondott mindent, ahogy történt. Mutatta nyakán az ezüstláncot, hogy ilyen lánc volt a többi testvérének is nyakán. De mikor elvették, hattyúvá változtak, s vissza sem változnak igaz képükre, míg az ezüstláncukat elé nem keresik, s a nyakukra vissza nem teszik. Hely, Uramisten, örült a király, de szörnyű haragra is lobbant. Megfogadta a vén boszorkányt, elé adatta az ezüstláncokat, akkor aztán a testét két felé vágatta, s a vár kapujára kiszegeztette. Azalatt kihozatták a tömlöcből a királynét, s elhozatták az erdőből az öreg remetét is. Aztán indultak mind az erdőbe ahhoz a tóhoz, ahol a 6 hattyú szomorkodott. Hát, amint odaérkeznek a tóhoz, úsznak a hattyúk feléje nagy örömmel. Kinyújtják a nyakukat, hogy tegyék rá az ezüstláncot, s Uram teremtőm, akkor veszik észre, mikor 5-nek a nyakára tették a láncot, hogy a 6. lánc hiányzik. A legkisebbnek, aki fiú volt, nem jutott lánc. A többi 4 fiús a leány visszaváltozott igaz képeire. De lett erre nagy, erős szomorúság. Kérdik ettől is, attól is, vajon hová lett a 6. ezüst lánc? Eljáll egy inas, s jelenti, abból a vén boszorkány ezüst poharat csináltatott. A hattyúnak maradott királyfi nagy búsan visszaúszott a tó közepébe. A király s a királyné a többi gyermekével keserves sírás közt visszament a palotába. Keresték mindenütt az ezüst poharat, tűvé tették a palota minden zegét zugát, de nem találták. A király kisasszony minden nap kiment a tóhoz, mert ő legjobban sajnálta a testvérét, s egyszer mit gondolt, mit nem, kiakasztotta a nyakából az ezüstláncot, a hattyúnak a nyakába akasztotta, s abban a szempillantásban hattyúvá lett a király kisasszony, a testvére pedig visszaváltozott igazi képére. Mondja a királyfi a hattyúvá lett király kisasszonynak. Köszönöm, hogy megváltottál, ne félj, nem hagylak soká hattyú képében. Volt a tópartján kikötve egy csónak, abba beleült a királyfi, s kérte a hattyú királykisasszonyt, hogy húzza el a tónak a túlsó partjára. Ott van egy vár, abban lakik egy királykisasszony. Az lesz az ő felesége, vagy senki ezen a világon. A királyfinak volt egy aranypántlikája, azt a csónakhoz kötötte, a hattyú király kisasszony a szájába fogta az aranypántlikát, úgy húzta a testvérét, hattyú vitézt.
Szépen odahúzta Hattyú király kisasszony a tó túlsó partjára Hattyú vitézt, s hát éppen akkor érkezett a vár udvarába, amikor tele volt az udvar királyfiakkal, hercegekkel, hogy megvívjanak a király kisasszonyért. Volt egy közöttük, aki mindenkit legyőzött, s éppen szólni akart a király, hogy neki adja a leányát, amikor megpillantotta Hattyú vitézt, s mondta: Várjatok egy keveset, imhol jön egy vitéz. Kiáll Hattyú vitéz azzal a híres vitézzel, összevágnak, hogy égföld megrendül belé, viaskodnak egy órát, kettőt, s az lett a vége, hogy fűbe harapott az a híres vitéz. Mindjárt megtartják a lakodalmat, s ott marad Hattyú vitéz a várban. Eltelik egy esztendő, eltelik kettő. Már egy szép kisfiú is volt. Akkor elkezdenek suttogni az udvarbeliek, hogy azt sem tudják, ki fia borja ez a Hattyú vitéz. Hát, ha valami ágról szakadt jövevény, addig súgnak, búgnak, addig beszélnek, hogy a felesége is megszólítja Hattyú vitézt. Ugyan bizony, lelkem uram, nem mondanád meg, honnan, miféle országból hozott téged Hattyú azon a csónakon? Sírva fakadt Hattyú vitéz, s mondta a feleségének: Jaj, lelkem, feleségem, miért kérdezed ezt tőlem? Most már nekem sincs itt maradásom. Te özvegyen maradsz, kicsi fia márván. El kell mennem, s a jóisten tudja, térek-e még vissza. Hiába sírt rét az asszony, elbúcsúzott Hattyú vitéz, s keserves sírás közt ott hagyta a feleségét, kicsi fiát, ment a tóhoz. A Hattyú király kisasszony szépen odahúzta a csónakot a tópartjára, beleült Hattyú vitéz, vitte a csónakot szép csöndesen, s meg sem állott, meg sem pihent, míg a tónak a túlsó partjára nem ért. Hazamegy a királyfi, de lett Istenem nagy öröm, hogy ím a hatodik fiú is megkerült. Mindjárt mentek együtt a király kisasszonyért, mert közbe legyen mondva, megtalálták az ezüst poharat. Ezüst pohárból láncot verettek, a Hattyú király kisasszonynak nyakába akasztották, s ím, az is visszaváltozott igazi képére. No, de a királyfinak sem volt maradása otthon. Ment a feleséges a kicsi fia után. Vele ment 300 lovas legény, úgy vágtattak be a várba. Most bezzeg nem mondta senki, hogy ágról szakadt jövevény. De örült az asszony is, hogy az ura igazi király sarjadék, s csaptak nagy vendégséget. 7 nap s 7 éjjel muzsikált a banda, akkor aztán felkerekedtek gyerekestül, mindenestül, s mentek Hattyú vitéz hazájába. No, éppen jókor jöttek a király udvarába, ott már állott a lakodalom. Egyszerre volt a lakodalma az 5 fiúnak s a leánynak. Újra megtartották Hattyú vitéz lakodalmát is. Hencidától Boncidáig folyt a bor s a pálinka. Még a sánták is járták, ahogy tudták. Tán még ma is járják. Aki nem hiszi, járjon utána.